pár napja belengedtem a közösségi felületen ott a YouTube-on, hogy nem vagyok valami jól. Hát ez mára már változott, ugyanis sikerült kiizzadnom a betegséget, és azt is belengedtem ugye ott szintén a közösségi fülön. Instagramot nem nagyon használom. Szóval azt is belengedtem, hogy érkezek majd egy rendhagyó videóval a csatornám. Szoktak lenni ilyen videók, hogyha változás következik be az életemben, akkor általában mindig ilyen vlog formájában azt elmondom nektek, hogy ti is tudjátok, hogy mi a helyzet. Hát most az a helyzet, hogy sikerült vennünk, hála az égnek, sikerült vennünk egy családi házat, ami már a miénk, nem albérlet, sikerült elköltöznünk az albérletből. Egyelőre még csak én költöztem el félig. Ma van péntek, nem tudom, hogy ezt a videót ti mikor látjátok, de ma van péntek, szeptember 2-a. Én kedden jöttem ide, kedden jöttem át. És jövő héten, szerdán, az, hogyha jól tudom, 7-e, de nem vagyok benne pontosan biztos. Ha jól tudom, az 7-e, igen, 7-e be is van írva nekem a naptárba, hogy 7-én költöztetés. Szóval 7-én költözünk mindenestől. Gyerekestől, ágyastól, bútorostól, mindenestől. Szóval ez a helyzet. Hál' Istennek sikerült vennünk egy házat. Ebben a videóban erről fogok beszélni. Egyébként ezt, az egész folyamatot már mikor is elindítottuk? Áprilisban. És most van szeptember. Most sikerült átlépni azt, hogy ide is tudtam jönni, és most már a miénk papíron is a ház. Április, május, június, július, augusztus, szeptember. Hozzávetőlegesen 4 hónap. Így ötre jön ide, mivel április vége volt, szóval így mondhatunk, inkább mondjunk 4-et, mint 5-öt. Hát vannak munkák, és lesznek munkák, inkább úgy fogalmazok. Nagyon sok munka lesz ezzel a házzal, mint minden családi házzal. Ugye mi úgy terveztük, mikor még legelőször beszéltünk a saját ház fogalmáról, akkor mi úgy terveztük, hogy valahol Pest megyében. De ezt kb. két éve így terveztük. Aztán most annyira megugrottak az ingatlanok árai, meg úgy szinte minden, ezt ugye tudjátok, hogy lehetetlen volt Pest megyében találnunk egy olyan házat, ami úgymond lakható is, de van benne lehetőség. Ez a ház is egy olyan ház, hogy lakható, viszont nem tökéletes, de van benne lehetőség, van benne fantázia. Annyiért, amennyiért ezt a házat vettük, Pest megyében ilyen 30-40 milliót is elkérnek érte, de mi ezt, mint mondtam, nem engedhetjük meg magunknak, nem állunk úgy anyagilag, hogy egy ilyen házat meg tudjunk venni, ráadásul ilyen fiatalon, mint amilyen én is Nóri vagyunk. Szóval elköltöztünk, és most ebben a videóban ezt fogom bemutatni. Gyertek! Nem tudom, hogy mondtam-e már ebben a videóban, lehet, hogy mondtam, de akkor most újra elmondom, mert nem írtam semmilyen vázlatot, hogy mit szeretnék már mondani ebben a videóban, szóval ez ilyen összeszeretlen videó lesz. Épp úgy voltam vele, a visszhang az ugye ott van, úgy voltam vele, hogy kedden jöttem ugye, azóta pár napot dolgozgattam itt, és ugye holnap jön az egyik haverom nekem segíteni, hétvégén még az eredeti tula is jön még itt hátul kipakolni, stb. Szóval a hétvégén nem fogok már tudni videózni a következő napokban, azután héten költözünk, stb. Szóval ez az utolsó nap olyan lehetőség, amikor tudok is videózni, ezért is döntöttem úgy, hogy akkor ma ezt elmondom. Ugye én itt már látszik, hogy elkezdtem a maszkolást, mert ezt a tapétát le akarom szedni, ez lesz a kisfiunk szobája. És egyébként ez egy 130 négyzetméterű nettó alapterületi, lakható alapterületű ház. Vannak még benne olyan részek, amelyeket lehet bővíteni. Ez egy emeletes ház egyébként, téglából épült. Szóval van egy tetőtér is, ott egyelőre csak 2 szoba van, azt is mindjárt megmutatom. Szóval úgy vagyok vele, hogy ezt a tapétát le akarom szedni.
így az egészet leszedem. A másik szobában azt mindjárt megmutatom, már ott elkezdtem a tapétának a leszedését, hibák kijavítását, stb. És szóval ez a mai munka nekem. Mai nap ezt fogom csinálni. Legalábbis úgy terveztem, de mindig lassabban haladok, mint ahogy én ezt elterveztem. Talán nem csináltam semmit, mert itt voltak a takarítók. Komplett kisúvig szólták a házat. Mindent nagyon szépen kitakarítottak, szóval le a kalap előttük. Jött két ilyen 40 év körüli hölgy, és akkor ők tényleg egy szavam se lehet rájuk, olyan szépen kitakarították a házat, hogy még én sem takarítottam volna ki ilyen alaposan. Mondom, még azt is megcsináltam, hogy fogkefével a szekrények belsejét, ahogy a koszt ki tudják szedni az illesztéseknél, még ilyenekre is gondoltak. Szóval tanap ők voltak itt, azért nem tudtam dolgozni, nem akartam láb alatt lenni sem. És akkor ma úgy voltam vele, hogy elkezdem, egyébként csak nemrég keltem fel, csak reggel 9 óra körül van, 8-kor keltem. Szóval úgy voltam vele tegnap, hogy nem akartam a lábuk alatt lenni, és tehát nem csináltam úgy nagyon semmit. Nem is voltam bent a házban. Este ettem először, meg reggel. Nem tudtam a házba lenni, nem akartam itt össze. Felmosták szépen a padlót, nem akartam összejárkálni, mert milyen az, hogyha már ők kitakarítanak, én meg itt összejárom, meg itt kontárkodok a munkáját. Meg az se jó, hogyha ott van az ember, és folyamatosan azt nézi, hogy mit csinál a másik. Az kellemetlen tud lenni, tudom, mert dolgoztam már ilyen helyen, és kellemetlen volt, amikor ott volt a tulaj, és minden mozdulatomat figyelt, hogy mit csinálok. Na szóval az van, hogy összesen a házban van egy kis előszoba, egy ilyen kis előtérre, azt is megmutatom. Van egy háló, egy fürdő, itt is van egy ilyen kis előtér, ezt majd be akarom építetni szerintem. Szerintem az lenne ide a legjobb ötlet, hogy egy beépített szekrényt rakok, meg is mutatom. Szóval itt van egy ilyen kis előtér, nem tudom, hogy látszik a legjobban. Ugye ez a rész. Ez a rész. Itt ezt, hoppá. Itt ezt szerintem nagyon jó be lehet építeni, mint beépített szekrénynek, és akkor oda berakni mondjuk tisztítóeszközöket, törölközőket, porszívót, stb. És akkor fordítunk egyet a kamerán. Ezt csináltam tegnap. Ez a tegnap előtti munkám. A hang az, azért elnézést kérek, ilyen visszhangos. Szóval itt leszedtem már a tapétát. Itt már fel is van, most már csak maszkolni kell, stb. Eszméletlenül nehéz volt felszedni a tapétát. Nagyon nehéz volt felszedni a tapétát, mert 3 réteg volt alatta. És mondták azt, hogy vizezzem be. Tegyek rá vizet, vettem tapétaoldószert. És mondták azt, hogy vizezzem be, és akkor úgy majd elválik, már magától lejön a tapéta. Hát ez nem így volt. Hiába tettem rá annyi vizet, amennyit csak lehetett. Már csepegett. Tényleg folyt. De az volt a gond a tapétával, hogy műanyag réteg volt a tapéta és a ragasztó között. És egyszerűen nem szívta fel. Nem szívta fel a vizet a tapéta, és nem jött le. Szinte kapargattam. Ez volt csak egy egész nap, mire ezt befejeztem, ezt a szobát. Kemény volt. Spaklival szinte centinként haladgattam, meg kapargattam. Nagyon lassan haladtam. Az egy nap volt. És ugye most megyek már arra a szobára ott benn. Így van egy ilyen kis előtér. Ez a szekrény az még nem az enyém, de ezt majd a tulaj hétvégén viszi. Ugye ezért is mondtam, hogy hétvégén nem tudok majd videózni, mert hétvégén is itt zajlanak majd a munkálatok. És itt van egy fürdőszoba. Ez az egyik legjobb a házban, ez a fürdőszoba. Itt van egy olyan probléma, hogy ott lejött a csempe. De gondolkodom rajta, hogy ott még igazából meg sem néztem, hogy mi van bent. Csak tanap szóltak, hogy ott lejött a csempe. És szerintem azt nem fogom, nem rakok vissza a csempét, hanem inkább egy szerelődobozt rakok a helyére. Mindenhol lesz festés. Mindenhol, csak ugye lassabban haladok.
Egyelőre úgy vagyok vele, hogy legyen meg a háló, a gyerekszoba, meg az én szobám, a dolgozószobám, a videószobám, és akkor onnan már lassan tudunk haladni. Szóval ez a helyzet, mutatom a ház többi részét, megint fordítok egyet. Szóval itt vagyunk bent, itt jövünk be, itt van egy WC. Ezt úgy terveztem, hogy ugye ott van a konyha, bent. A tegnap előtt érkezett meg a hűtő, még nem kapcsoltam be azt sem. Még ki sem bontottam, mint az látszik. Szóval én úgy terveztem, hogy ezt a falat lebontani, és akkor van egy ilyen előszoba nappal is rész a konyhával, ilyen amerikai konyhás rész. Én ide mindent bedobáltam, mert ugye tegnap ugye takarítottak, és nem akartam össze-vissza hagyni mindent. Mondtam nekik, hogy ezt a részt ne, ez az a rész, amihez nem kell hozzányúlni, és akkor az úgy mindenkinek egyszerűbb. Hát ez a helyzet, és akkor mutatom a konyhát, ami erősen felújításra vár, de lassan mindent. Az egy régi rádió, ezt a tulajdonhagyta az enyém, lehet azt mondta, neki nem kell. Hát a polcra ilyen díszítő elemként, de működik egyébként, most hallgattam rajta a rádió, csak kikapcsoltam. Azért vannak kinyitva, mert ugye tegnap ki voltak mosva az összes polc, és úgy hagytam, hogy hadd szellőzzön. Ez már nem jön le, ez kopás, de rakok bele szépen, körbevágok ilyen fóliát is, olyan lesz, mintha új lenne. A bútort is le fogom festeni, ideiglenes megoldásként. A csempét is lefestem ideiglenes megoldásként, és akkor majd lesz egy nagyobb felújításunk, majd lassan, de biztosan haladunk vele. Ezt nem úgy kell elképzelni, hogy tiszta új lesz a ház egy éven belül, szó se lehet róla, nem férne bele. Lassan fogunk haladni nagyon, de viszont legalább már nem kell a tulajjal egyeztetnünk, hogyha fel szeretnék fúrni egy polcot, hogy megengedi, hogy lyukat üssek a falába. Szóval legalább az nem lesz, mert most már itt magunk ura vagyunk. Ennyi Sloan festékeket vettem egyébként. Ilyen színű lesz a konyha bútor. Ez meg egy lak. Hát így állunk jelenleg. Az ajtókat egyébként, hogyha bárkinek kell, ingyen odaadom. Nagyon szívesen én. Ahol én innen is levettem az ajtót, ajtó hátán, ugye a régiek így építkeztek még, mert a hő, meg stb. Mindenhová ajtót raktak, ahová csak lehetett. Ez így nagyjából a ház. Az alsó szint. És van itt egy felső szint is. Ami a lépcső az hogy is mondjam, a lépcső az olyan, hogy ezt amikor már jöttem megnézni a házat legelőször, azt mondta az ingatlanos, hogy ezek egy ilyen piskóta lépések. Hát azóta hagyd ne mondjam, hogy már nagyon sokan el akartak rajta esni, de nem sikerült, mert nagyon kis lépésekkel lehet felhaladni, és szokatlan az embernek, hogy ilyen kicsit kell lépni csak. Úgy lehetne ezt megoldani, de nem fogok ezekkel babrálni, hogy kivenni belőle egy-egy lépcsőt, de az nem lesz. Hogyha jól látom, ez elég szépen egymásra épül. Szóval az lesz, hogy az is benne van a közeli tervekben, nem a távoli, hanem inkább a közeliben, mert ez életveszélyes, hogy egy új lépcsőt csinálni. És amit még nem mutattam, nem tudom, menjünk fel. Szóval én úgy szoktam, hogy két lépésenként megyek fel, hogyha nincs nálam semmi, mert
Szóval itt van egy felső szint. Itt van egy ilyen kis szoba. Ez ilyen vendégszoba lesz szerintem. És azért is mondtam, hogy a felső rész még nincs teljesen kihasználva. Ugyanis itt még tető van. Padlás van. Ezt a részt is be lehet építeni, hogyha úgy akarjuk. És a másik oldalt ugyanez van. Szóval úgy építették be a tetőt, hogy csak a közepét, hogy ne legyen helyvesztesség, ne legyen fal lecsapódás, vagy hogy is mondjam. Ez a felső szint, ugye ez is festésre vár, stb. És van még itt egy dolgozószoba is. Ami ilyen megoldású. Van erkély is, de most oda nem megyünk ki. Ez is festésre vár, ez kap majd egy ilyen szürkés szint. Innen fogok majd videózni. És itt nem is tudom, hogy szerintem a padlásra lehet felmenni. De viszont akkor ez... csak karton? Valószínűleg csak karton. Ez meg valószínűleg egy támfal. Vagy csak kémény. Statikusra mindenképp szükségem lesz. Az biztos, hogy megmondja, hogy mit lehet bontani, mit nem lehet bontani. Lefelé rosszabb jönni, mint felfelé. Szóval ez a felső szint, az alsó szintet is megmutattam. Ezt úgy terveztem, fordítok megint, hogy ugye itt a konyha. Ez így önmagában nagyon kicsi. Ez egy nagyon kis konyha. Sokkal nagyobb, mint amilyen az albéletünkben volt, de ez egy nagyon kis konyha. De hogyha ezt a falat innen kivesszük, és a konyhaszekrény átjön ide, itt egy nagy ablakkal, akkor az úgy már egy szép nagy tér lesz konyhával együtt. Viszont ez egy nagy probléma itt. Ennek az áthelyezése a falbontáskor. Szóval ez is még várat magára. Hihetetlen, hogy mennyi légy van egyébként a házban. Na, és ide még nem voltam le. Pince is van. Betonozott. Most jövök le először. Aha! Itt megy a szennyvíz. Értem. Ide még nem voltam le egyébként, amióta akkor voltam itt utoljára, amikor jöttem megnézni a házat. Van vegyes tüzelésük az állunk is. Tudunk gázzal is és fával is fűteni, hogyha úgy alakul. Ez egy kémény seprőt lehet, hogy azt is jó lenne beiktatni, de ez egy elég, sokkal kisebbre emlékeztem. Sokkal kisebb pincére, ez egy elég nagy pince. De egy kis polcot, és mehetnek rá, befőttek. Látszik, hogy ők fával tüzeltek itt korábban. Bár ugye, ahogy most hallottam, jobban megéri fával tüzelni, mint bármi mással. Ez itt a normális lépcső, ilyet kellett volna felülre is. Ez kényelmesebb. Na hát és a házhoz még tartozik. És itt most látok. Pillanat. Na és a házhoz még tartozik egyébként. Egy 1000 négyzetméteres kert. Egészen odáig a diófáig.
három, egy ilyen kisebb épület is van, ott a Skoda, van egy garázs is. Szóval, én azt gondoltam, hogy ugye ezt a lépcsőt kibővíteni idáig, és akkor egy nagy teraszt. Előről nem fogom megmutatni a házat, mert akkor ráismerhető lesz. De így hátulról nagyon szívesen. Túl fényes. Na, hogy most már jobb egy picit. Szélzaj van, de... Na szóval ez a helyzet. Jönnek majd az olyan videók is, amiben kint beszélek. Azt régen nagyon szerettem, amikor csak kiültem és asztal székkel és ittam egy kávét és beszélgettünk, kérdezfelelek, stb. Azokat a videókat nagyon szerettem régen. És hát a következő napokban munkálatok várnak rám, dolgozgatni fogok. Egy kicsit nem árt a nagy pocakomnak egy kis munka. És hát a kertben is van elég sok munka odakin. Hát a panellakásból éles váltás, ugye? Laktam én már falun. Tudom én azt, hogy falun mindig van munka, és a pókok itt olyan szorgosan dolgoznak éjszakánként, hogy öröm nézni. Leszettünk tanap egy pókhálót. Tanap le volt szedve a pókháló, ma már újra ott van. De a pókot azt nem találom, csak a pókhálót látom. De majd festéskor... Bocsánat. Na szóval ez van. Nem tudom, hogy még mit felejtettem el. Ja, amit akartam, hogy tegnap volt itt az internetes telekomos. Mondtam neki, hogy a lehető legjobb internetet. Hát ez egy kicsit tévhit volt, mert nem ugye a lehető legjobbat, semmiet nem tud. Hiába van a szomszédban is, és a mellettünk lévőn is internet, ebben a házban nem tud internetet. Nem értettem az összefüggést, itt kereste a jelet, azt mondta, hogy van a házban jel, de akkor se tudja. Ilyen szarok rá érzésem volt, de oké. Hogyha ez a helyzet, akkor ez a helyzet megoldom máshogy, vagy más szolgáltatóval. Az még egyelőre az idő kérdése. Ugye, még azt mondta a telekomos, és üzenem a telekomnak, hogy köszönöm szépen, hogy egy-két hónap és nem kell búslakodni, nem hogy semmilyen net, a semmilyen netről átugrunk optikaira. Mondom, jó, örömmel várom, és hogyha meg lesz, akkor pezsgőt bontok. Bárhol voltam egyébként eddig, bárhol laktunk eddig, soha nem volt sehol normális internet. Mindig szenvedni kellett az internettel, és remélem, hogy most ez egy kicsit változik. Nagyvárosban is laktunk, még ott sem volt normális internet. Mert volt valami olyan sztori, hogy a városban lakik egy nagy gazdag, és az övé a városban a egy internet van, ami az övé, és olyan szerződést írtak alá, hogy senkinek nem engedi másnak, hogy más is bekösse oda az internetét, csak az ő hálózatát használhatják, ami sokkal lassabb. Valami ilyen sztori volt, nekem ezt mondta még anno a telekomos pasi ott is, hogy ez a helyzet. Ja, és a szakikról még pár mondatot, hogy nagyon nehéz normális szakember találni. Ugye ilyen egy-két hónap múlva várható, miután kész leszek nagyjából úgy mindennel, amit én így elterveztem, várható az összes ajtónak a cseréje, bejárati ajtócsere, hátsó, ugye ami a kertre néző ajtócsere, minden műanyag ajtókkal, biztonsági ajtókkal, jöjjenek és csinálják meg, az összesen ilyen, hogyha jól számoltam, ez ilyen 1,5 millió forint lesz, csak az ajtócsere, fent 2, lent 5, plusz ugye a bejárati meg a hátsó. Ezért is mondom, hogy nem akarok még egyelőre olyan nagy munkálatokat végezni, legyenek meg az ajtók. A festés is egyébként, mert nem tudom, hogy lehet úgy is kicserélni egy ajtót tokkal együtt,
Tudom, hogy ki lehet cserélni új is egy ajtót tokkal együtt, hogy a falat ne rongálják meg. Legalábbis láttam az interneten ilyen videókat, de nincsenek jó tapasztalataim szakembereket illetően, szóval valószínűleg én úgy vagyok vele, hogy ajtócseréket követően is festenem kell. És hibákat javítani. Az biztos. Azóta én ezt a szobát folytatom. Ott már raktam rá mindenre ilyen fóliát. Jó, nem baszik. Semmi. Ezt holnap úgy is viszik. Megmutatnám egyébként a kinti szobákat is, meg a garást, meg stb. De ott még nem az én cuccaim vannak, szóval azt inkább még most egyelőre nem. De jövő hét szerdáig egyébként már mindenki lesz innen pakolva, és mindenbe lesz pakolva. Még az lenne egyébként a kérésem, hogyha valaki ismer olyan szakembereket Pest megyétől nem messze, nem mondom, hogy Pest megyében vagyunk, de Pest megyétől nem messze, akik megbízhatóak, legyen az konyhabútor készítés, bármilyen villanyszerelő, kéményseprő, minden szakember, akkor azokat nagyon szívesen fogadom. Hogyha valaki ilyenekkel dolgozik, akkor, vagy hogy ez a munkája, akkor őt is nagyon szívesen fogadom. Burkolókra is szükségem lesz, mert a vécé az gyatra. Én egyébként kerestem már szakikat, de azt mondták, hogy volt, aki fel se vette, összesen 7 szakember kerestem, és utána adtam fel. Szóval 7 telefonszámot hívtam, ebből 2 vette fel, és azt mondta, hogy erre az évre, és jövő év nyárig be vannak táblázva. Persze voltak olyanok is, akikre, hogyha ránéztem, azt mondtam, hogy nem, nekik egy centet sem adok. Tudom, hogy előítéletes vagyok, de jobb inkább félni, mint megijedni. Az ilyeneket illetően, mert nagyon sok rosszat lehet hallani, hogy elkérik az, akik a pénzt, aztán lelépnek a pénzzel. Én ilyenben nem akarok beleesni. Csak olyan emberrel dolgoztatok majd, akiknek látok referenciamunkákat, visszajelzéseket, mert így láthatatlanban nem adok senkinek sem pénzt, még szerződéssel sem. Hát akkor ennyi lenne ez a videó, hogyha szeretnétek még hasonló ilyen videókat, akkor azt jelezzétek nekem egyébként vissza, és akkor jövök még hasonló tartalmakkal, hogyha kíváncsiak vagytok a ház további alakulására. Én nagyon örülök, hogy ezt meg tudtuk lépni azért minden ember életében, a saját ház meglépése azért ez egy nagyon nagy dolog, meg örülök, hogy a kisfiam most már ki tud menni az udvarra, tud játszani, lesz majd saját kutyánk. Hogyha esetleg valakinek lesz a közeljövőben 2-3 hónap távolságról előlátható a kiskutyája, akkor azt is nagyon szívesen fogadjuk, mert szeretnénk majd kiskutyákat, 2. A kisfiam az meg van őrülve a kutyákért, állandóan kutyás videókat néz, meg stb. De nekem is és Nórinak is nagy álmunk, hogy legyen egyszer egy saját kertesházunk, és kutyák is legyenek. Szóval minden ilyesmit nagyon szívesen fogadok, és várok tőletek, hogyha esetleg valaki tud ilyen szempontból segíteni. És ennyi, amit én el akartam mondani ebben a videóban. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, és hogy megnéztétek ezt a hosszú, részben vágott, de inkább igazából vágatlan videót. Nem tudom, hogy hol jártam a videóban, mert most csak kifújtam az orrom. Szóval köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, és akkor találkozunk egy következő videóban, ami remélem, hogy most már másabb lesz, de mondom, ha szeretnétek még ilyen videókat, akkor jelezzétek azt nekem vissza. Örömmel fogadom egyébként az építő jellegű kritikákat, és mindent, ami a házzal kapcsolatos, mit hogy kellene csinálni, mit miért csináljak, mit ne csináljak. Nagyon, nagyon szívesen fogadom a tapasztalatokat, mert én egyáltalán nem vagyok olyan tapasztalt, mint amilyennek tűnök, sőt sem ennyire. Az internetből pedig nem lehet kiindulni, mert mindenki csak vitatkozik, és senki nem tud, vagyis, hogyha az internetet olvasod, akkor nem tudsz állást foglalni semmilyen oldalon, csak azt olvasod, hogy ez oldal jó, és azt is olvasod, hogy a másik oldal is jó. Valaki ezt ajánlja, valaki azt ajánlja. Szóval nagyon szépen köszönöm a hozzáértőknek a hozzászólását, stb.
találkozunk egy következő videóban. Addig is sziasztok!